Sziasztok srácok! Ezen a fasza esős napon, talán hallatszik a felvétel, hogy esik, megmutatom nektek, hogy hogyan kell PlayStation 2-vel streamelni, illetve a PlayStation 2 játékokat eredeti gépen játszani úgy online, hogy eközben Twitch-en vagy YouTube-on streamelitek azt. A videó végére meglátjátok majd, mennyire egyszerű ez az egész. Nem kell hozzá sok minden. Tényleg nem. Kell hozzá egy OBS, ami ugye a streamelést biztosítja. Kell hozzá még egy tévé, amin látod, hogy mit fogsz streamelni, meg ugye ezen könnyebb játszani, mint az OBS-nél a kis képernyőjén. Kell hozzá bármilyen játékkonzol, 90-es vagy 2000-es évekből, PlayStation 2. Kell hozzá egy tévékártya, vagy bármilyen digitalizáló kártya. Ez mondjuk egy külső egység, egy USB-s cucc, de van már vagy 10 éves. Viszont van rajta S-videó, és van rajta videóbemenet, ami nekünk épp elég. Kell hozzá egy PlayStation RCA kábel, a TV-hez egy SCART RCA kábel, egy SCART elosztó, egy SCART RCA átalakító, egy RCA 3,5-es jack átalakító, meg egy tápkábel a PlayStationnek. Csak ennyi kell hozzá. Meg ha akarsz facecamet, nem árt egy másik digitalizálót, kártyát vagy eszközt venni, amivel tudsz HDMI-s eszközt is digitalizálni. Nem is kell olyan sok minden hozzá. Első lépésként fogod a TV-t, és bedugod a konnektorba. Először is bedugjuk ide a villanyt. Ne felejtsük el bekapcsolni, mert neki nem fog működni. Utána fogjuk és bedugjuk a konnektorba ezt is. Tehát már van egy működő PlayStationünk. Wow! Na, nincs kép? Össze kell kötnünk a TV-t a PlayStationnel. Ehhez először be kell dugnunk a PlayStationnek a TV kábelét. Ide szépen bele. Valamint egyből nem a tévébe fogjuk ezt az RCA kábelt csatlakoztatni, hanem itt jön képbe ez a rengeteg átalakító, csak most leburul az egész. Tehát itt van egy SCART elosztó, ez fog belemenni a tévébe. Ebbe fog belemenni ez a SCART RCA átalakító, ebbe fog belemenni a PlayStationnek a kábele. Tehát elértük, hogy a tévébe be legyen kötve maga a PlayStation. Azonban ugye ezt tovább kell kötnünk méghozzá bele a digitalizálóba, ami pedig itt van. Ehhez pedig jön a SCART RCA átalakító, amelyet finoman beledugunk ide a elosztóba, gyönyörű. Majd ennek a dugóit beledugjuk, persze ugye félünk arra, hogy videó, meg a hang külön, ide. Illetve beledugnánk ide, csak ugye az audiónak itt 3,5-es jack dugója van, ami ugye nekünk nem jó. Ehhez előveszünk még egy átalakítót, ezt az RCA 3,5-es jack átalakítót, amelyet szépen földugjuk ennek a... Egy kézzel nem megy. Na, el lehet képzelni, hogy én most ezt így bedugtam a helyére, majd ezt a jack csatlakozót ide csatlakoztatjuk. Persze ez be van kötve USB-vel a gépbe, és erről megy a PlayStation. Felmerül a kérdés, mi van akkor, hogyha a 75 ohmos csatlakozót, ezt az analóg csatlakozót ketté osztjuk, analóg élet ketté osztjuk. Nos, működik, mert hát láttok, streameltem vele, viszont némi képminőségű romlást eredményez, úgyhogy ezzel együtt kell élni, ha ezt így akarjátok élvezni. Másképp ezt maximum úgy lehetne megoldani, hogyha tévének lenne még pluszba egy kimenete, amin keresztül föl tudnám venni a dolgot, viszont ennek a tévének nincsen még egy SCART csatlakozója, úgyhogy nem tudunk róla képet kvázi levenni, ezért muszáj ezzel a módszerrel megoldanunk. Úgyhogy dugjuk is be a tévébe ezt a varázslatos installációt, de addig én lerakom a kamerát. Fogom és szépen hátul felnyomom neki. De jó, hogy látok belőle bármit is. Majd a tévén csatornát váltva megkapjuk a képét a PlayStationnek. Mondom, megkapjuk a képet a PlayStationnek. Most. Na, már is megy a Vice City. Ha kihúzom, sokkal lesz a kép. Ezt a minőségi romlást magyaráztam, ugyanis látjátok? Mi az történik, hogy 75 ohmos ellenállás van ennek a csatlakozónak, illetve impedenciának, hívják valami ilyesmi, nem voltam ebben sohasem benne, viszont
hogyha ugye párhuzamosan kötöm két darab forrásra, akkor az megfelezi a, az ellenállás értéket, tehát 37,5 ohm lesz, ami miatt a képminőség romlik és a színek változnak. Valamint jobban hangyafoc is lesz. Ja igen, most értem, hogy felnyeltem a jelet, hopsz. Na mindegy. Majd ezt bedugjuk a számítógépbe. Egyébként érdekes megfigyelni, hogy még a tévén gyengébb a képminőség, az OBS-ben egész szépen jelenik meg. Jó ez a Pinnacle TV-s megoldás, erre amire én használom, erre kiváló, nyilván van erre jobb, drágább és kényelmesebb dolog is, de egyelőre erre, a, amire én használom, kiválóan alkalmas. Ezt már megint kétszer mondtam el. És emellé szoktam még ugye bekötni ezzel a HDMI kábellel, ezzel a mikro HDMI átalakító, megint egy rohadt átalakító hátán bekötni a kamerámat, és így lesz facecam a játékhoz. Szóval srácok, ennyi az egész, nincs új a nap alatt, igazából csak kell hozzá egy megfelelő digitalizáló kártya, vagy egy digitalizáló egység, bármi, ami rendelkezik bármilyen olyan töltés. Na, szar a CD, igen. Bármilyen olyan bemenettel, amivel az adott játék is maga rendelkezik. Szerintem ez a videó az MHV2-re fog kikerülni, mert ebből nem tudok többet kihozni, és ilyen 5 perces valamit nem akarok föltenni. Azért is hoztam létre azt a csatornát, hogy az MHV Live-ból, hogy az ilyen agyfaszokat, vagy ami éppen olyan, hogy nem csinálni belőle komplett videót, de föl tudjam valahova tenni, és aki akarja, az megnézheti. Úgyhogy ennyi az egész, srácok, nem olyan nagy ördöngőség PlayStation 2-ről streamelni. Vagy PlayStation 2-t streamelni, vagyis nem a PlayStation 2-ről streamelünk. Remélem, akinek ez volt most a kérdése, annak most így a béke és a nyugalom szigetére költözik a lelke, meg tudott nyugodni, hogy megtalálta a választ a kérdésre, hogyan lehet PS2-t streamelni. A következő videó ezen a csatornán, az MHV2-n, nem tudom, hogy mikor fog következni, de ez oda megy, mert ez szerintem ez így gagyi lett. Na. Sziasztok!